Jó, gyerekek, rakjuk tisztába a szemetest, vagy nem tudom, hogy mondják ezt. Én és Alexa nem vagyunk már együtt, ennyit vagyok hajlandó mondani a témáról. Senkit nem kell okolni, nem kell erről beszélni, nem kell találgatni, ennyi az egész dolog. Mellesleg, hogy nehezen csamcsogjatok, ez itt az én kanapém, ez a kerti bútor. Kicsikét felturboztam a járgányt, itt vannak ezek a gyönyörű párnák, de be kell valljam őszintén, egyszerűen akárhogy ülök ezen a szaron, vagy akár fekszem, minden pozícióban rohadt kényelmetlen. Ennek azért vannak előnyei is, nem mereztem a seggem itt a tévé előtt, hanem olyan dolgokra fókuszálok, amik előrébb visznek, amik jók nekem. Na de ennyit a témáról, nem sokára jön a legnagyobb gym bróm, és ha minden igaz, ledurrantunk egy nagyon király kis melledzést együtt. Was lost. A Johnny Pump mixet, attist föl. Most lejj, érzem, hogy te nem hangolodsz erre a zenére kellőképpen. Nagyon rányomtad a... Nagyon rá vagyok hangolódva. Bugit! Szétkapjuk! Sokan azt mondják nekem, hogy este edzés előtt ne ígyunk pre-workoutot, ne vigyünk be koffeint, nem tudunk elaludni. Én azt mondom, hogy gyerekek, ha edzés van, arra bizony fel kell pörögni. Én kérek elnézést. Az. Tervek, rohadt sokan vannak a teremben, de nem baj, én már elképzeltem, mondtam is Faternak, vágjátok, van az a kép, mikor tele van a tenger így halakkal, és akkor úsznak a cápák. Mi leszünk itt a cápák a teremben, gyerekek? Sem semmi. Ajaj. Múltkor ugye nyomtunk fekve Faterral egy ismét, és Maxot néztük. És most szeretném megnézni, hogy ma hányszor tudom kinyomni azt a múltkori egyismétlés maxot. Első lépés, minden esetben, ami baromi fontos, gyerekek, akármit csináltok, főleg, hogyha nagyobb súlya fogtok dolgozni, mindig kellőképpen melegít. 100 kiló. Fekvenyomást általában soha nem csinálok. Most az utóbbi 2-3 alkalommal nyomtam fekvet. 4. Jó, elég. Nem tudom, lesz-e ebből ma rekord. Jó, elég. Még egy utolsó bemelegítést csinálunk 130-on. Már kezd egy kicsit instabil lenni a dolog. Jó lesz, jó lesz. Az. Eddig nem is nagyon pihentünk, csak így egymás után váltogattuk egymást. De már kell a csatazó is fülembe. Minden oké, Fater? Szuper. Gyerekek, izgulok, mint a szar. Életemben eddig egyszer tettem fel ennyit a rudra. Akkor is ment egyszer. Ide, Katy Perry kell. Firework. Katy Perry. Katy Perry úgy felpörget. Hányat szeretné bele ismételni? Az összeset. Nem létezik. Nem kapcsol be a fülesem. Nincs nagy füles. Aha. Ez az. They were not. Their memory serves as an example to us all. The courageous fallen, the anguished fallen. Their lives have meaning because we, the living, refuse to forget them. And as we ride to certain death, we trust our successors to do the same for us. Because my soldiers do not buckle or yield when faced with the cruelty of this world. Még mindig gyenge vagyok, mint a szar. De ez már egynél több volt. Kicsit összekezdtem a gondolataimat. Mindjárt kitalálom a kifogásokat. Na mindegy, hát ez elég gyenge volt. Ennyit az erre emelő karrierről. Mindig, mikor egyedül eljövök a terembe, basszus, néha úgy érzem, hogy rendesen erős vagyok. Aztán, amikor meg végre meg akarom mutatni, ez történik. Soha nem fog nekem vinni senki. Bezzük, mikor egyedül vagyok és nem vesz kamera, eskü. Azaz.
Ennyi volt? Miért állta meg? Hát, 8-at belenyomtam. És? Hát, akkor ott... Hát, volt még ebbe. Ha volt. Mióta edzünk mi? Jó. Ezt már rögtön sokkal jobban szeretem. Itt érzem azt, hogy kifárad az izom, hogy komolyan terhelem még. Mikor kidöglök az első ismétlés után, nem annyira jó móka. Főleg, hogyha sokkal többet terveztem. Nem kell. Nehogy visszatedd. Egyet. Ennyi elég is volt a fekvő nyomásból. Nem tudom, hogy kéne ezt erőltetni, gyerekek. Alapvetően kedvem lenne nagyobb számokat nyomni. Hogyha szeretnétek, hogy papa ezt begyakorolja, és itt 250 kilókat nyomjon, írjátok le. Így állítom be ezt a padot, hogy lehessen látni a ízét, itt passzol a fény. Többet észre, mint ha bajlottok azzal, hogy középen legyen a pad, egész egyszerűen engedjétek ide rá a rudat, és akkor nagyon könnyen be tudjátok nézni, hogy valóban hol is fekszik ez a pad. Ugye arra fókuszálj, itt mikor nyomod, mondtam arra, hogy a könyökeidet összevezesd, ne arra, hogy a súlyt felnyomtam, mert a könyökeidet összehúz. Hello! Bemelegíthetek én is. Azért csak tartok. Addig ott... Au. Lassan alakul a pump. Neked még kell rá súly? Aha, hát ne. Jajó. És ha persze, aki az előző gyakorlatban nem adott bele semmit, már ugranak ki az erek itt a vállon. Igen, kezd. Ezek után hát én most hogy vegyem le a pólómat, hallod? Még egy kicsit rakhatok rá. More! Így, hogy beégettem magam a fekvenyomásnál, nem vagyok olyan magabiztos, még bedurromba se. Még ötöst? Ezért fogta magát annyira vissza a fekvenyomásnál, hogy utána itt a többi gyakorlatban be tudjon égetni. Ez itt a taktikai játék. Négy. Maradj, maradj! Smet. Kettő. Még egy. Még egy. Pater! Hát amit így szoktam edzeni, mindig van egy top set, mikor a max súlyan nyomok, általában ilyen 8-10 ismétlés a cél. Most egy kicsit túl nagy volt a kabát, a mellény, az ego, úgyhogy kicsit magasabbra lőttük be a top setet, így nem biztos, hogy ment 8-10 ismétlés, de általában, amit mondom, ez a tartomány, és aztán utána van egy-kettő back-off set, kevesebb súlya, de magasabb ismétlés szám, általában 12-15 ismétlés. Szívesd le! És akkor ezt még megfejelem egy drop settel is. Harmadik gyakorlat, emberek. Kezdünk bedurranni. Utolsó mellgyakorlat, egy finom, kedves, édes tárogatás, hogy biztosan szétszedjük. Úgy, ne jó, megnyújtjuk.
Hopp. Azaz. Szépen lassan. Itt még extra, amikor tetején vagyok, kicsit kinyújtom a karjaimat, még jobban közelítem a könyököimet egymáshoz. Gyerekek, úgy meg feszülöm mellettek, hogy befartok. More! Én úgy látom, hogy ezek a szettek, te ma nagyon lazára veszed a dolgot. Hát, kisfiam, ez bemelegítésnek szoktam. Nem akarod a szenvedős énedet mutatni itt? Ahhoz rá kell rakni egy kis itt, súlyt. Emberek, nem lényeg, hogy mennyivel dolgozol, ha azt senki se látja. Én most itt egy nőt se látok, semmi indok arra, hogy nagy súlya dolgozzunk, ha te. Így kell? A szenvedésre gondoltam. Ja? Persze. Te az a fajta vagy, aki megjátsza? Nem állsz meg. 12-nél sem állsz meg. Addig csinálod, amíg meg tudod mozdítani a karodat egy kicsit is. Adj bele mindent! Még? Adasz, gyere! Így csinálsz, adasz! Még megy az. Gyere! Hopp! Ez az. You son of a bitch. You son of a bitch. Mutatom az opciókat. Az a kedvenc gépem, amin most éppen nyomnak. Itt van nekünk ő. Ő. Vagy van ilyen viking. Ó, neked az kell, a viking. Az van olyan, hogy viking press. Az vagy nézd. Ő a viking. Mindig vikingnek mondja magát elvileg. Előző életében viking volt. Meglátod, nagyon tuti. Hallasz. Ez finom. Van tervesztésem, az meg. Ennek aztán van tervesztés. Nyom meg. Az! Nagyobb vagy, nem? Fölhúzod, és akkor innen... De a két szapkarom, mint én fél, teljesen kitakar. Nem is látszok mögötte. Abszolút. Tudod, hogy megégtem a szoliba tegnap? A kurva ég! Nem gondolom. Na jó, ezért most teszek rá, bár. Ahogy duranunk be, annál magabiztosabbak vagyunk, emlékszem, így jöttünk be a terembe. Nincsen szabad fekvő nyomópad. Segítek.
18-osokat, elkezdtem lengetni, és rájöttem, hogy basszus, nekem menne többel is. És így születtek meg a 20 kilós oldalemelések. Nem tudok segíteni, mert teljesen kifáradtam a szettől. Na, van valami, de erősebb vagyok, pater? Van. Van. Így látod, 60 éves korodra lassan kezdelek beérni. Ez a 60-nak szól. Nem bírja a vereséget, már itt mutogat be nekem. Én gyerekkorodban, amikor tanítottanak vezetni, még pici voltál, ott csak a kormányt tudtad fogni. Ja? Én ültem. Tehát akkor voltunk utoljára ilyen pozícióban akkor, kb. Akkor. Igen. Régi szép emlékek. Igen. Akkor. String is justice. String is everything. Még egyet. More. Még egyet. Gyere. Az egyik legfontosabb, és én mindig ez az elv szerint éltem. Nem szabad nagy súllyal dolgozni, sokkal többet ér, hogy a kis súllyal szabályosabb ismétléseket hajtasz végre. Ha nem látja senki, de ellenkező esetben mindenkinek a tudtára kell adni, hogy te itt vagy, te mindent beladsz, te mennyi súllyal nyomsz. Ahogy vannak azok az emberek, akik egy gyakorlatnál minden egyes súlyt odafordanak magukhoz, azért ki nem állhatom őket. Minden szedbe bukásik. Se bírja egyszerűen. Folyamat túl melegszik, de csak hogy tudjátok, szett végére sírtam, mint egy kislány. Büszkén, férfiasan. More! Mikor be vagy durranva, akkor erőteljesen megnő az önbizalmad, minden. Ebből önmagától értetődő, hogy ilyenkor kell írni az összes lánynak, aki tetszik. Így van. Sokkal magabiztosabbak lesznek az üzeneteid, sugározni fog belőled, hogy neked most nagyon király kis mellvál, trinyó pumpod van, és ezt érzik a lányok. Szigorúan! Na jó, van, inkább csinálom a szettet. Bezzeged, ezeket a kar genetikákat nem tudtam örökölni, he? Ezeket a bazúka kezeket. Na mi van, díszbe vannak azok a kezek? Meg volt. Erre leteszi, hát tényleg díszbe van. Hát 8-at csináltam. Hát én a karomra olyan sokat nem szoktam edzeni. Pater mindig panaszkodik nekem, hogy nem merek bicepszözni, mert nem férek bele a ruháimba. Micsoda problémák, emberek. Már csak ilyen tű szenvednék, e? Nem állunk meg. Ah.
gyerekek. Ez. Ez a pár ismétlés az, ami elválasztja a bajnokot az átlagembertől. Így hallottam. Állítólag. Gyere! Ne állj meg! Az, még megy az! Még megy az! Az! Tedd le, tedd le! Az, az. Gyere! Valamint, hogyha kicsit csillagozna a homlokod. Ő mindig így edzett, nem mindig csillagozik. Because I'm a stud. I'm ballsy. I don't take no shit from anyone. I smoke my stogie anywhere I want. I don't have to find a hideout place like you. Az a durranjon az a vár. Ez az egyetlen gyakorlat, amiből meg tudok csinálni 20 szettet egy edzésre, nem unom meg. Gyere! Ne segíts! Fúj egy párat, majd a utolsó szetnek meg kell adni a tiszteletet. Tudjátok mi a törgés? Drop set, baby! Yep. Ja. Bassz meg, ez biztos ennyi volt? Annyi volt. Egyáltalán oda raktam én, bassz meg. Nem, egy tízes cse följebb rakom. Azért valahol elég. Volt terpesztése. Azon neki 23-ra, erre kicsit tízessel néztem. Mindegy, Pater, most akkor tesz éppen a dropsetet. Azt ezzel. Oké. Fiatra elbíztam magam. Mondom, hogy egyre nehéz súlya dolgoztam, öcsém. Csókot adtak titeket.